Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Círják Csilla, Kisvirág, Orosz István, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Kis Eszter, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Seres Dániel, Seder Gábor. Árva Angyal. Hogy érzed magad, kislányom? Pocsékul vagyok. Rettenetes az, ami velem történik, de... Tudom. Még a gyomrom is összerándul a gondolatra. Ha nem szeretnéd őt is megtehetném, elmennék ahhoz a nyomorult gazemberhez, ahhoz a csirkefogóhoz, és addig ütném, amíg ki nem leheli a lelkét. Te is tudod, hogy annyit nem ér. Kopognak az ajtón. Igen. Nem biztosan ő az. Nem akarom látni, jó? Akkor inkább nem nyitom ki. De menj és nyisd ki. Igen, mondd de... azt neki, hogy semmit sem tudsz rólam. Ezt mondjam neki. Megyek már! Miért kell így dörömbölni? Mintha valami kincs lenne az ajtó mögött. Hé! Na ide hallgasson! Hogy mer így berontani? Legalább... talán valami jó estét, vagy ilyesmi. Maricsúj itt van. Tessék! Juan Miguel hazajött a nászút közepén. Igen, hogy meglátogassa Rosziót. És ott hagyta azt a kis árvát? Igen. Furcsa, nem? Hazajött és rögtön beszélt Maitával. Mostanában nincsenek túl jóban. Esetleg kérdezzem meg én, hogy mit mondott neki? Nem, hogyan már? Majd én megkérdezem, Estefánia. Kérdezd meg, hogy mi történt közöttük. Jó. Mondja csak, Onélia... Tudta, hogy Juan Miguel és Maricsúj már korábban is ismerték egymást? Mondtam már, hogy nem tudok semmit Maricsújról. Hogy mondjam, hogy megértse? Hát nem magával kéne lennie? De, velem volt Candelária, csak hogy elment. Elment, és azt hittem, ide jött. Ide nem jött. Ez biztos. Ó, miért? Talán vak vagyok, hogy nem látom? Biztos a maga házában van. Nem, ott nincs. És mégis mi történt? Maricsúj eltűnt Candelária. Biztosan volt rá valami oka. Mit művelt vele? Miért hiszi, hogy én tettem vele valamit? Én úgy tudom, hogy nemrég ismerkedtek csak meg. Biztos benne? Teljesen. Régóta ismerem a vejemet. És tudom, hogy sosem látta Maricsújt, mielőtt a szárnyai alá vette. De ennek csak volt valami oka, nem? Mondd el neki is! Mit tudtál meg, Estefánia? Én semmit, csak igazán meglep, hogy ilyen szerelmes egy árvába. És mondja csak, mire jutott a lányával, Vivianával kapcsolatban? Ma már volt egy rejtélyes hívásom. De amikor felvettem, nem szólt bele senki.
Mi az? Mit mond? Kérdeztem, hogy te vagy Viviana. Erre válasz nélkül azonban letették. Szóval, akár ő is lehetett. Nem tudom, mit higgyek, Estefánia. Nem tudom. Ha egy nő ott hagyja a férjét egy nappal az esküvője után, akkor ott valaminek történnie kellett, nem? Veszekedtünk, Candelária. Összevesztünk, és Maricsúj busszal jött Mexikóvárosba. A busz biztos késik, úgyhogy megyek. Candelária, ha Maricsúj ide jönne, kérem, hívjon fel telefonon. Itt a mobil számom. Kande asszony, anyukám küldje ezt a... Tedd csak le, köszönöm. Várom a hívását, Candelária. Jó. Engedelmükkel, jó éjszakát. Jó. Arra ugyan várhatsz. Mi történt, Kande asszony? A férfiak. Egytől egyig nyomorultak, hazudósak, gazemberek. Tanulj csak, kislányom, hogy nehogy később csőbe húzzanak. Már elment. Hallottad? Hallottad? Maricsúj! Mi történt? Miért sírsz? Jaj, azért, mert... nagyon nagy fájdalom érte. Milyen megsebezték Purita. Most kellett egy álomból felébrednie. Jaj, én azt hittem, hogy boldog leszel a férjeddel. Ez a házasság kérész életű volt. Tegnap nyílt ki, és mára már vége. Mondd csak, kicsim, te nem is ettél semmit? Anyu most küldött át egy kis gombócot. Na jó, mindjárt adok egyet. Nem kell, de nem vagyok éhes. Az nem számít. Enni azt kell. Jól nézzük ki. Maricsúj, tényleg úgy van, ahogy Kande asszony mondja? Vagy ez csak egy kis összezördülés, amit holnapra elfelejtesz, és újra visszamész hozzá? Nem, Purita. Soha többé nem akarom látni. Aludtál, kicsim? Egész éjjel forgolódtam. Csak nem hiányzott a gazdagház puha ágyikója. Az egyáltalán nem érdekel. Ő az. Megint visszajött. Gondolod, hogy ő az ilyen korán? Ne nyisd ki. Várj meg, amíg elbújok, jó? Ki az? Én vagyok, Candelária, Adrián. Adrián az! Nem, vele sincs kedvem találkozni. Ne. Mi újság, fiam? Jó reggelt! Jó reggelt! Mit keresel itt ilyen korán? Még alig keltem fel az ágyból. Maricsúj odabent van, Candelária. Ó, nem. Ne tagadja le. Tudom, hogy visszajött.